Az elmúlt napok meleg időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami nagyon könnyen meggyulladhat. Ezért június 20-án újra elrendelték a teljes Magyarország területére vonatkozó tűzgyújtási tilalmat. 2017-ben második alkalommal rendelték el az egész országra vonatkozó tűzgyújtási tilalmat. Csongrád megyében eddig 276 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az esetek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető vissza. Belterületen például csak ott szabad kerti zöld hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat külön rendeletben engedélyezi, de ebben az esetben is csak az ott megjelölt időpontban. A külterületi tarlóégetést például és a vágott növények égetését a munkálatok előtt 10 nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel, de tűzgyújtási tilalom idején erre nem adható ki engedély. Egyébként a szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöld hulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi azt, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól 500 000 forintig terjedő bírságot kockáztat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 000 000 forintig is szabhat ki bírságot a hatóság. Ha valaki tűzesetet észlel, a legfontosabb, hogy jelentse be a 112-es hívószámon. Gyakran tapasztaljuk, hogy azért nem jelentik be az emberek, mert azt gondolják, hogy már más bejelentette. Nem baj, ha akár 10-en is bejelentenek egy tűzesetet, nagyon fontos, hogy minél hamarabb tudomást szerezzünk róla, és időben megfogjuk a lángokat, hiszen a kiszáradt aljnövényzetben rendkívül gyorsan terjed a tűz. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. A katasztrófavédelem honlapján napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. Kialakított tűzrakó helyen vagy az otthoni kerti partin bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, és ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyageszköz. Ahogy a tűzre nincs szükség, az gondosan el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.